Hey Siri, play some good music for me, please. There's nothing in your music library, just silence. Ha. A kapcsolok majd akkor én. Ez. Játszani akarok együtt. Ott a Norbi, jó? Majd Jó, Norbi, már régóta figyelemmel kísérlek. Feltűnt, hogy elkényelmesedtél. Egész nap a pénzzel ülsz, és update termékeket gyártasz. Ja, és persze damat nőket bántasz. Annyi idő után úgy érzem, itt az idő. Játszani akarok egyet. És a tét a becsületed. A múltkori botrányos sem sikerült túl fényesen. Rengeteg nőt megsértettél. Persze a negatív reklám is reklám, de mostanság neked csak az jutott. Most pedig a Gézás sztori. Mondd! Ádám által nehéz volt megtalálni. Hűs akarsz lenni, miközben átmondasz és bét csinálsz. Bort iszol, de közben vizet prédikálsz. A fogyásodok mondhatni hihetetlen. Nézd a 292 kilóig fogyott Tari Ádámmal 3 hét leforgása alatt, ahol a kezdeti súly 313 kiló fölött volt. Utána átvette a Gézát, hogy te majd lefogyasztod. Itt írodott az első cikk, ahol az újság 294 kilót írt Géza súlyára. Nem sokkal később, a második cikkben ez a szám már 300 kiló volt, vagy ahogy te említetted, 299,7 kiló. Hát itt van velem a főszereplő, akit a mai nappal eltiltottam az edzéstől, mivel megmértük a súlyát, és nem 297 kiló, hanem 300, 299,7 kiló, 17 évesen. Az én szótáramban ez egy tömegnövelő program. Talán elszámoltad a makrókat, vagy a kalóriát, vagy nem is tudod, mik azok? Állításod szerint a kalória nem fontos. Én nem mennék szembe a fizika törvényeivel. Tudod, az energia nem vészel, csak átalakul. Ezt jól jegyezd meg. A fogyáshoz kalória deficit kell, de fogyni a hülye is tud. Így jönnek képbe a makrotápanyag arányok, tehát a fehérje, szénhidrát és zsír. Mindhárom fontos a fogyáshoz, de az arány nem mindegy. De minek is pofázzak erről, ezzel te mind tisztában vagy, igaz? Az első találkozó után, egy héttel később újra lementél hozzá, ahol már 292 kilót mértetek, pont annyit, ahonnan abba hagyta a fogyást Tari Ádámmal. Ennél a találkozónál büszkén jelentetted ki, hogy 8 kilót fogyott a Géza, amit a cikkben csak 7 kilónak írtak. Na találkozunk a mínusz 8 kilóhoz. Eközben Ádámról is készült egy cikk, hála neked, ami szerint a mozgás ajánlásával veszélyeztette Géza életét. Ez a cikk fontos volt. Így megvolt az esélyed, hogy jobb színbe tűnj fel a stáb előtt és a követőid előtt. De valahogy ez sem volt elég ütős, mert az emberek 90%-a nem melletted volt. Ezt te is érezted. Tudom, sok munka volt több ezer embert letiltani, hogy ne kommenteljenek, hogy ne fejtsék ki a véleményüket. De mint tudjuk, az igazság néha fáj. Megvolt a cikk, megvolt a stáb. Stáb az nagyon fontos, hogy veled legyen mindig. Olyan az, mint a selfie az edzőteremben. Ha nem posztolsz, akkor az edzés érvénytelen. Apropó edzőterem, tudom, hogy jártál már ott, de edzeni próbáltál már ott. Őszintén válaszolj, mert a becsületel a tét. Majd végül jött az orvos, aki megállapította, hogy Gézának semmilyen egészségügyi baja nincs, és kifejezetten ajánlotta a mozgást. Aztán vannak a vizsgálatok, szívelégtelenség, ugye? Igen. Egyek formáját látjuk egyenlőre, mert az EKG-s nincs túl nagy terhelés, és a hipövérgáz értékem alapján teljesen jó eredményeket születtek. Úgyhogy ez alatt én elszállíthatjuk azt a kezelést, amivel a diétával és a mozgással fog tudni fogni. Ez a rész valahogy nem került be a live-otba, megkérdezhetem, hogy miért. Őszintén válaszolj, mert a becsületel a tét. Egy héttel később újból lemente hozzá, mondanom sem kell, stábbal együtt. A második héten 4 kilót fogyott, amit ha jól számolok, mínusz 11 kiló fogyás 2 hét alatt. 2. Igen, most nem támaszkodsz, nem mozogj, nagyon ügyes vagy. 288. 288, mester. Direkt néztem, hogy ne írjak Andalóhoz.
12 kilót. 12 kiló, jó? 12 kiló, gyerekek. A cikk 12 kilót írt. Tudom, a matekban is van felfelé kerekítés 5-től felfelé, de az alatt általában nem szokás. Itt már érezted, hogy belassult a fogyás. Így azt ajánlottad, hogy kezdjen el mozogni a Géza. Ha 3 kilót fogsz jövő szerdáig, akkor Isten vagy, de ha 4, meg kicsit mozogsz, akkor meg vagy jó Isten. Most megmutatom neked azt, hogy hogyan kell neked itt naponta 2x5 percet vagy 10 percet mozognod, jó? 20, tehát csak kicsit, jó? Most erre jövünk. 1, 2, 3, fél. Na, ezt kell megtanulod, erre hozzám egy hetet. De hát, Norbi, nem azt mondtad, hogy az élet veszélyes lehet egy ilyen testsúlyú emberre nézni? Talán ember az volt, hogy mered a pózusát edzés közben, ha nem vagy ott. Őszintén válaszolj, mert a becsületel a tét. Aztán jött a harmadik hét, ahol az autóban ülve, jégkrémet eszegetve elmondtad, hogy Géza már 19 kilót fogyott 3 hét alatt. Ezt holnap meg is fog nektek mutatni, 19 kilót fogyott 3 hét alatt. Rácz Géza, 19 kilót. 19 kilót még update termékekkel 3 hét alatt senki sem fogyott. Aztán kivonultál meglepetés vendéggel, stábbal együtt, és a mérleg 293 kilót mutatott. Miért? Na öcsém, erről kéne akkor ráállt, gyere. Ilyen valahogy álljál. Jó, segítek, innen gyere, onnan. És a fia ruhádból cipőd 1 kilót. Nem fog eltön? Mérleg már? Nem, ez egy nagyon butás mérleg, segítünk. Fog, de a Norbit mint, meg engem, jó? Szívesen, mint a másik. Úgy, engem meg a Norbit. És most engedjük a kezet. Úgy. Ez alapján 294, azt levonunk egy-két a ruha, 293 kiló volt. Tehát mennyi volt? 3. Az szerint a mérleg szerint 300-ra indultunk el. Ez szerint ezen 293 volt, de maradjunk annál, hogy ez szerint fogunk mérni. Jó? Ez hát igen, mert, de ez, mert, is jó. Mert ez tudjuk pontos, meg itt van, látod, itt nem tudsz mozogni, meg semmi. És az a mérleg, ami bent van, az, hát az nem volt megbízható, mely részét ott kellett fogni a kezedet, nem láttuk a számlálótól a dologtól, és el is romlott. Persze ennél a pontnál már elromlott Géza mérlege is, ami állításod szerint lehet sosem volt pontos. Az új mérlegen 293 kilót mértetek, amit akárhogyan is számolok, csak mínusz 6,7 kiló. 3 hét alatt. Vagy plusz 1 kiló mióta Géza veled edz. Ezt mivel magyarázod, kedves Norbert? Elszámoltad volna. Lehet, hogy a számológéped romlott el. Őszintén válaszolj, mert a becsületel a tét. Ha az elhangzott kérésekre őszintén válaszolsz, akkor még visszanyereted a becsületed. Azt a bizalmat, amit a követő többségében már rég elvesztettél. Ha igazán jó akarsz lenni, akkor a következő alkalommal egyedül mész le Gézához, stáb és újság nélkül. Tudom, nem lesz egyszerű, valószínűleg életed legnagyobb döntése lesz, de sikerülhet. Végezetül szeretném a bocsánatot kérni minden megkezdett nőtől, hiszen volt idő, még amikor te is melltartott hortál a túlsúly miatt. Sose feled, honnan jöttél. További sikerekben gazdag fogyást kívánok neked és klienseidnek. Kezdődjön hát a játék.